Ez a Pápavárosi Televízió híradója pénteken, köszöntöm nézőinket! A Rigó lakótelepen tartott sajtótájékoztatót a Jobbik Magyarországért Mozgalom pápai alapszervezete tegnap délután. Erős Bulcsú önkormányzati képviselő és Orbán Imre a párt helyi elnöke így kívánták felhívni a figyelmet az egykori Pirót lakótelepen uralkodó szeméthalmokra, a nem megfelelő állapotokra. Március 5-én délután riasztották a pápai tűzoltóságot a Rigót lakótelepre. A jobbikos politikusok a tűzoltókat a napokban kármentés közben ért inzultus apropóján tartották sajtótájékoztatójukat. A Jobbik szerint a riasztásra kiérkező tűzoltóautót megrongálták, a tűzoltókat trágár szavakkal illették. Az ügyben rendőri intézkedés is történt, miközben a kiérkező rendőröket is becsületsértő szavakkal támadták a lakótelepen élők. Szappan Csaba rendőrkapitány kérdésünkre elmondta, a téglával megdobott tűzoltóautó esetében rongálás miatt, a rendőrjárőröket ért inzultus ügyében pedig becsületsértés miatt indított eljárást a pápai rendőrkapitányság. Van olyan eset, hogy kis teherautóra való anyagot hoznak ide a helyszínre. Orbán Imre szerint a területen rendszeresek a gyújtogatások, a szemét, gumi és kábelégetések. A Jobbik pápai szervezetének elnöke szerint a Fidesz cigány stratégiája csődöt mondott. A kormányzatnak és az önkormányzatnak úgy gondoljuk, hogy nem cigány felzárkóztatásra, nem cigány integrációra kellene költeni 100 milliárdokat, hanem a rendőrség tűzoltóság állományának és eszközeinek megerősítésére, azoknak a területeknek a bekamerázására, amelyek élhetetlenek a városba, illetve az ország más területein, munkahelyek teremtésére ezeknek az embereknek, a nyomorban élő cigány és nem cigány gyermekek bentlakásos kollégiumban történő elhelyezésére. A politikus hozzátette, fontos lenne a zéró tolerancia elvének alkalmazása azokkal a személyekkel szemben, akik a szabálysértéseket, bűncselekményeket elkövetik. Orbán Imre utalt arra is, hogy a megoldás az érpataki modell bevezetése lehetne. Ezzel kapcsolatban Szappan Csaba elmondta, a rendőrkapitányság minden jogsértéssel szemben eljár, legyen az szabálysértés vagy bűncselekmény, és azt sem mérlegelik, hogy az elkövető mely nemzetiséghez tartozik. A rendőrkapitány hangsúlyozta, ma is zéró tolerancia van a városban. Szappan Csaba hozzátette azt is, a hasonló események elkerülése érdekében egyébként munkamegbeszélést szervezett a kapitányság a pápai és a térségben működő cigány nemzetiségi önkormányzatok vezetőivel. A március 14-én 10 órakor kezdődő értekezleten az említett városrész problémái is előtérbe kerülnek. Nőnap után, március 15-e előtt címmel tartott sajtótájékoztatót ma délután a Demokratikus Koalíció helyi szervezete. A Petőfi utcai Petőfi ház előtt tartott sajtóeseményt követően a szervezet képviselői a Kossuth szobornál rendeztek kitelepülést. Kerecsényi Zoltán választókerületi szervezetvezető első mondataival a hölgyeket köszöntötte, majd Petőfire emlékezett, mondván a legnagyobb magyar forradalmár 1848-ban kiállt a zsidók mellett, s etett szemben áll a mai kor kirekesztő bűnbak kereső világával. Mi nem arra szeretnénk kérni az embereket, a lakosságot, hogy egyszerűen pártot vagy a mi pártunkat támogassák, hanem azt szeretnénk kérni, hogy akarjanak, merjenek szembenézni az ország problémáinak mélységével. Legyőzni nem elsősorban Orbán Viktor miniszterelnököt kell, hanem meggyőzni kell azt a sok-sok magyar embert, akik ma bizonytalanok vagy csalódottak, hogy ez egy jobb hely és élhetőbb hely, mindönket befogadó hely legyen, lehessen, hogy Magyarország találjon végre önmagára. Mert ha nem talál önmagára, akkor elveszítheti önmagát. A Demokratikus Koalíció szociális párt, mert szemben áll azzal a politikával, hogy a legszegényebbeket üsse a hatalom, fogalmazott. A Demokratikus Koalíció a tavaly novemberi alakulása óta nagyon sok tapasztalatot szerzett, nagyon sok ember keresett meg bennünket, nagyon sok ember mondta el panaszát nekünk, és elsősorban ezek a panaszok megélhetési panaszok voltak. Látjuk, tapasztaljuk és értjük
az emberek problémáit. A demokratikus koalíció a következő hetekben, hónapokban a város különböző pontjaira kitelepülést szervez Pápai Agóra címmel, ahová várják a lakosságot véleménycserére, beszélgetésre. A sajtótájékoztató végén koszorút helyeztek el a Petőfi háznál, emlékül annak, hogy Petőfi 1841-42-ben e házban élt. A Pápai Agóra első kitelepülését a sajtótájékoztató után tartották a Kossuth szobornál, melyen többek között a szervezet most indult Szabad Szó című lapjával is megismertették az érdeklődőket. Napok óta készülnek már a szivárványovisok a március 15-i nemzeti ünnepre. Csákókat, kokárdát készítenek, dalokat, verseket tanulnak, s ma egy igazi meglepetés is várta őket, a Pápai Huszár Egyesület három vitéze látogatott el az oviba. Horváth Bendegúz nagycsoportos jelentett a huszároknak, akik az újoncok közül rögtön segítőket is választottak, majd szívesen válaszoltak az ovisok kérdéseire. A gyerekek sokat tudnak a közelgő nemzeti ünnepről, hisz ezzel foglalkoztak egész héten. Minden óvodai programunk olyan, hogy előzménye van, és akkor az ünnepnapon pedig kiteljesedik. Ezen a héten, egész héten erről szólt már minden program. Falut építettek a gyerekek, kiállítást rendeztek, meghívtuk a huszárokat, verseket, dalokat tanultak, zászlókat készítettek, huszárokat rajzoltak. Tehát minden tevékenységünkben benn volt a március 15-i ünnepség. Az ovisok megismerkedtek a huszár élettel, Bemapó dobosának történetével, és arra is kíváncsiak voltak, hogy a vitézek mivel etetik a lovaikat. De a huszárok nem csak meséltek, együtt táncoltak, énekeltek a gyerekekkel. Pusztai Boglárka hegedűjátéka adta a zenei hátteret. Iskolákba, óvodákba nagyon szívesen járunk, tehát nem az egyetlen eset, és nem az első eset, hogy részt veszünk a gyerekeknek az ünnepségén, hát ezzel is színesítjük, és egy kicsit szoktatjuk is őket ezekkel a programokkal az ünnep hangulatához. Az ovisok örömmel mutatták meg a Pápai Huszár Egyesület vitézeinek az általuk készített várat, zászlókat, a korhű tárgyakból összeállított kiállítást. A gyerekek toborzón is részt vettek, majd a Pilvax kakaóházban pihenték ki a fáradalmakat. A hétvégén sok napsütésre számíthatunk, időjárás jelentés következik. Szombaton az időnként megnövekvő felhőzet mellett sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. Általában mérsékelt marad a légmozgás, a hét utolsó napján aztán észak felől megnövekszik, majd este felé csökken a felhőzet. Több helyen valószínű kisebb eső, zápor. Az északnyugati szél megerősödik, a Dunántúlon viharossá fokozódik. A következő napokban a hőmérséklet legalacsonyabb értéke plusz 2 és mínusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Kedves nézőink, hírműsorunkat látták pénteken, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!